Karcag és Székely-Keresztúr testvérvárosi kapcsolata már több évtizedre vezethető vissza. Az erdélyi város kis küldöttsége rendszeresen jár Karcagra, településünk nagyobb rendezvényeire. Most is látogatást tettek városunkban, hogy megtekintsék a főbb látnivalókat. A két település kis csapata egy jó hangulatú foci meccset is játszott. Önkormányzati képviselőkből, vállalkozókból, pedagógusokból álló csapat érkezett, akik a testvérvárosi kapcsolatnak is a részei, alkotói, és most éppen egy barátságos futballmeccsre került sor a hasonló karcagi játékosokkal, akik szintén vagy az önkormányzat vonalán, hivatalokban, illetve vagy a közéletben, intézményeknél dolgoznak. Tegnap előtt jöttek a keresztúri vendégeink, és holnap reggel fognak elmenni. Volt már egy egyeztetés itt a önkormányzati vezetéssel, a jelenlegivel, hiszen már itt több önkormányzaton keresztül nyúlik ez a kapcsolat. Egészen pontosan 1992-ben kezdődött, tehát a karcagi csapat a legrégebbi ilyen kategóriájú játékos garnitúrája a városnak, vagy az egyik legrégebbi. Nagyon hasznos ez azért, mert azok tudnak találkozni, akik, hogyha egyik településről a másikra mennek, diákok, kiránduló csoportok, hivatalos delegációk, vagy nem hivatalos kapcsolatok is vannak, akkor ők szokták így garnírozni ezeket a különböző csoportokat, illetve érdeklődőket. Úgyhogy ez is a két település közötti sokoldalú kapcsolatrendszernek a része. Egy igen fontos és hasznos része. Dr. Fazekas Sándor hozzátette, a székely vendégeknek megmutatták az épülő foci stadiont, az újonnan átadott karcag kincse épületét és az ott kiállított munkácsi kiállítást, de kilátogattak a strandfürdőbe is, ami nagyon jó lehetőség volt a kikapcsolódásra és az ellazulásra, a közös témák megvitatására. Mindig jó rész ide jönni. Egy barátom mindig, amikor átjövő határon, felhívom, mindig azt mondja, itthon vagy? Igen, itthon vagyunk, és ez egy jó érzésre tölte. Én részese voltam az első kiutazásoknak annak idején, hiszen a kóruson keresztül kezdődött ez a kapcsolat, a Györfi és a Petőfi Sándor iskola közt, és minden év ott volt egy-egy utazás, hol ide, pedig hol pedig Székelyföldre. Elég gyakran jártunk ide, számos kapcsolatot létrehoztunk, így az öreg nyugdíjasokkal is, akiket Kerekes Kati vezet, akkor a tűzoltókkal alakítottunk kapcsolatot, kialakult a lány kézlabda csapattal is, az elnézés lányok, az öreg lányokkal, és akkor ez a kapcsolat a legrégebbi, ez a focis kapcsolat. Simó Béla hozzátette, évről évre, ahogy Karcagra érkezik, mindig rádöbben, hogy mennyit változik a város, és milyen hatalmas fejlődésen megy keresztül. Megnézték az épülő foci stadiont is, valamint Karcag legújabb látnivalóját. Egyik legnagyobb élmény volt a csapatnak, és ezt mindenki szerette volna, hogy megnézzük a Sámándot, illetve a munkácsi kiállítást. És egy tárlatvezetés volt, ami majdnem egy órát ültünk ott be, ha nem többet, és az mindenkinek nagyon tetszett. Nekünk az egyik lehetőség, hiszen nálunk nincsenek ilyen gyógyvizek, az volt, hogy a strand közelébe legyünk, és az egy jó szórakozás. Megnéztük a belvárost is, megnéztük ma a piacot is. Simó Béla elmondta, a két település kölcsönösen látogatja egymás nagyobb rendezvényeit. Biztos, hogy itt lesznek a karcagi birkafőző fesztiválon, ők pedig szívesen látják majd vendégül a keresztúri napokon a karcagiakat.